A sokan tudjátok, viszont sokan nem, hogy én eredendően pesti vagyok, és onnan költöztem le Gyulára. Immáron 7 éve lakok ebben a csodás városban, viszont pont ezért nem tudok olyan sűrűn találkozni anyuékkal. Viszont lejöttek meglátogatni, és arra gondoltam, hogy különleges programokat szervezek nekik. Pénteken, amikor megérkeztek, első útunk egy kis beszélgetés után a Komló szállodába vezetett, és ott ettünk egy óriási csülköt. A most egy akkora csülköt kaptam, mint így az alkalom. Konkrétan bepuszítottam az egészet. Nem vagyok egy bélpoklos típus, de engem nehezebb etetni, mint ruházni. Miután bepuszítottuk az evédet, elmentünk a gyógyfürdőbe, ahol 3-4 órát töltöttünk pihenéssel. Ott kifecsegtünk mindent, kitárgyaltunk mindent, utána hazajöttünk, még dumáltunk, és utána elfeküdtünk aludni. Viszont másnap megmutattam anyáiknak a várat. Most viszont jön a kolbászfesztiválos epizód. Remélem tetszeni fog, addig elköszönök. A sportos, életmódos, motivációs, kajálós, mosolygós vloggal. És természetesen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, kövessetek be Instagramon, Facebookon, és nincs más hátra, mint előre. Sziasztok! I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Easy. I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Na sziasztok! Arra gondoltam, hogy most kilátogatok erre a Csabai Kolbász Fesztiválra. Óriási területen fekszik a fesztivál, rengetegen kijöttek kiállítóként is az egész országból, bent pedig dübörögnek a koncertek. Körülnézzünk, na gyertek! Ez a Báró Haruken címke, ez a kiinduló. Haruken Báró volt az, aki kb. 300 évvel ezelőtt a gyulai várban pálinkát főzött a hulladékgyümölcsből, ugye ő élelmezési biztos volt ugye a gyulai várban, és akkor ezt a kis történelmi eseményt ragadtuk mi meg, és ugye lett a Báró Harukenes címkénk. Ez ugye ilyen limitált szériás gyümölcsökből készült pálinkát jelent, és akkor ugye mint Bárónak voltak kutyái, ezek a kutyák agarak voltak, és ez a kutyás címke, amit tetszett mutatni, igen, ott van rajta az agár, és mindegyik gyümölcsnél más színű az agár, és mellé pedig oda van írva, hogy ez mit jelentett. Alma, virsalma, vilmoskörte, szilva van most ugye kint, és akkor a fekete címke, ez pedig a 60-as, igen, az az erős. I feel like a diamond. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy ain't going inside my mind. Easy. I'm so fun. Come on, let me breathe. Ételkövetemények fogadnak minket itt a 22. Csabai Kolbászfesztiválon. Aki kilátogat ide, mindenképp biztosan megtalálja a megfelelő ételt, amivel kényezheteti a gyomrát. Rengetegféle csülök, húsok, kolbászok, megsütve, grillezve, kövönsütve. Aki eljön erre a fesztiválra, éhen biztosan nem marad. De ez a kedvencem, a tócsni. Megmutatom, mit nem lehet enni a diéta alatt, mert ők nem szabad. De hát egy kolbászfesztivál miről másról szólna, hanem a kolbászról?
kérdeznék, hogy van-e mézes, az is biztos, hogy lenne. Szilveszter cica készül, most jelen pillanatban. Jó, és nincs csak a kezel állt, a pocakja hiány.